A Negribio gépcsalád előtt állunk a Agromas kiállításon. Szeretném bemutatni ezeket a gépeket. A két fő csoportja van a Negribio faaprító gépeknek. Az egyik az a bioshredderek, amik az RS sorozatot képviselik a gépcsaládban. A másik az pedig a C sorozat, ami inkább erdészeti aprítógépeket takar. Mindegyik típusból létezik önálló motoros, illetve traktor meghajtású változat is. A legkisebb gépek 5 és 7 cm ágátmérőt tudnak aprítani, míg a legnagyobb gépek 20-22 cm átmérőig képesek az ágakat leaprítani. Az aprítókoló gépek aprítékát sokféle célra fel lehet használni. Van, aki komposztot készít belőle, illetve most már egyre többen aprítéktüzelésű kazánokba vagy vegyes tüzelésű kazánokba fűtés céljára használják ezeket az aprítékokat. A gépekben nem csak teljesítménybeli különbségek vannak, hanem a gépek meghajtásában is vannak különböző változatok. Vannak a traktorról meghajtható változatok, általában ezek a legolcsóbb gépek, mivel hogy itt nem kell külön motort vásárolni a faaprítógépekhez. Illetve vannak önálló dízel vagy benzines motorral meghajtott változatok, illetve elektromos motorral meghajtott telepíthető faaprítógépek. Az alvázakat tekintve vannak mezőgazdasági alvázon vontatható változatok, illetve közúti alvázas változatok a faaprítógépeket nézve. A közúti alvázas változatokat normál rendszámmal vizsgáztatva lehet a közúton használni, 80 km/h lehet vontatni, míg a mezőgazdasági alvázas változatok 40 km/h vontathatók. A Negri cég egy több évtizedes múltra visszatekintő faaprítógép gyártó cég Olaszországban. Nagyon jó minőségű és árértékarányú gépeket forgalmaznak. Folyamatosan fejlesztenek, illetve folyamatosan újabb innovációkkal próbálnak a piacon maradni. Most a legújabb fejlesztésük itt a kiállításon is megtekinthető pelletállógép, amely egy házi használatra lett kifejlesztve, 25-50 kg pelletet tud óránként előállítani, kimondottan otthoni célra kisfelhasználóknak ajánljuk. Illetve a cégünk forgalmaz még más típusú faaprítógépeket is, úgy mint a Csegyártmányú Bistron cég termékeit, amelyek jóval egyszerűbb felépítésű, jóval primitívebb gépek, de viszont ezek is nagyon robusztus gépek. Itt nem lehet aprítékméretet állítani, egy gyári beállított aprítékmérettel tudnak dolgozni, ami aránylag elég nagy méret, 3 és 5 cm között van az apríték mérete. Itt állunk a Negri cég legújabb terméke mellett, ami egy pelletállógép. Utóbbi időszakban jelentős igény mutatkozik most már Magyarországon is a pellet készítésre. A piacon egy tátongó űrt képeznek a háztáji, illetve otthoni fölhasználású pelletállógépek, amelyek kis teljesítményűek, és csak saját részre állítunk velük elő pelletet. Ezek a Negri Bio által gyártott P70-es pelletállógépek ezt az űrt próbálják betelíteni. A faaprító gépekkel gyártott apríték méretből már képesek pelletet előállítani. Nagyon fontos dolog, hogy a faaprítéknek a nedvesség tartalma az 10% alatt vagy 10% környékére kell csökkenteni, és akkor különböző aprított hulladékból, mezőgazdasági hulladékból, ocsúból, faaprítékból, fűrészporból tudunk pelletet, tüzelőanyagot előállítani, és az arra megfelelő kazánokba, illetve pelletégőkbe ezt eltüzelve aránylag olcsó energiához tudunk jutni. A pelletet, hogyha vásároljuk, az mi Magyarországon, illetve hát Európa többi országában is elég drága, de viszont a saját részre tudunk pelletet előállítani, illetve a megfelelő aprítékunk vagy fűrészporunk, amit egyébként nem tudnánk másra használni, akkor jelentős igazán ez a gép, és akkor tudunk vele jelentős energiát spórolni. Értem ez alatt például, hogy asztalos műhelybe keletkező fűrészport, amit nem nagyon tudnak használni, vagy kidobják, vagy odaajándékozzák, vagy elszállítják valahova, abból a szállított anyagnak, tehát az előre szállított asztalosipari anyagnak a fűrészpora azonnal pelletállható, már szállítást nem igényel, és egy aránylag jó kezelhető, tiszta és megújuló energiából előállítható tüzelőanyagot tudunk előállítani ezzel a géppel.